Ki gondolta volna, hogy a magyar-román közös rendezésű jégkorong bajnokságból a Molligából egyenes út vezethet az nhl -be. Hogy ez lehetséges, azt az itt ülő 198 cm magas válogatott kapus bizonyította ki a májusi átcsoportos hoki világbajnokságon. Mondhatjuk, hogy a torna legszebb védéseit bemutatva hívta fel magára a figyelmet. Hamarosan kezdődik a nagy utazás, mégpedig a Minnesota Wildhoz. hoz Vajadám a vendégünk. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! Meggyógyultál? Ezt azért kérdezem, mert hogy pár héttel ezelőtt beszéltünk telefonon, egy riportot, egy forgatást szerettünk volna veled beszervezni, és akkor egy vírusos betegség elküzdöttél. Igen, sajnos elkaptam egy ilyen betegséget, de már szerencsére kigyógyultam belőle. Hogy sikerült a jeges felkészülés, mert hogy hazautaztál Debrecenbe, vagy hát haza, bocsánat, tehát ha volt csapatot, hogy visszautaztál igen, Debrecenbe, hogyha a csapatot nézzük, akkor hazautaztál. Jól sikerült ez az egyét? Hát jó sikerült, kellett már, hogy egy kicsit jége legyek, és kicsit kíváncsi voltam inkább arra, hogy milyenek az új csapat, játé... csapat na, elnézést, az új játékosok, szóval jó, jó tett nekem ez, hogy egy kicsit jégen tudtam menni, még a jövőben még itthon vagyok, szeretnék majd ugyanúgy jégre menni, esetleg valamelyik pesti csapathoz, attól függ, hogy hol fogom megkapni a lehetőséget. Hogy fogadtak Debrecenben, mint, mint nhl igazolást? bár ugye májusban már lehetett tudni, vagy május végén, hogy, hogy a Minnesota Wild szerződtetett. Igen, hát sem ugyanúgy fogadtak, mint a, mintha teljesen más szerződést kaptam volna, tehát nem volt, nem volt most ami, nem volt más hangulat az öltözőben, csak az én, mert én nagyon jó szerződést kaptam, ugye a legjobbat szinte, és nagyon barátságosak, ugye a régi játékosok, akikkel ott voltam, azok nagyon örültek nekem, nagyon, tényleg örültek annak, hogy meglátogattam őket. Mennyit gondolkodtál a, a szerződés óta azon, hogy abszolút nem szokványos az, hogy a MOL valaki egyből enécsele szerződést kap, hogyha reálisan gondolkodunk, és hogyha a jégkorunk sport, mondjuk az utóbbi évtizedek szabályait nézzük, akkor legalább egy-két-három lépcsőfokot kellett volna ehhez menni. Tehát mondjuk kezdődik hogy az osztrák bajnoksággal, aztán mondjuk a német, vagy a svéd, vagy a cseh, vagy a finn, akkor ott kiemelkedni. Tehát valahogy így lehetne elképzelni ugye Magyarországról egy utat. Az NHL ehhez képest az átcsoportos VB-ről kerültél te oda. Hát ugye, hogyha már egy, egy ország kikerül az átcsoportos világbajnokságra, ugye az, akkor ugye már bármi lehet. Tehát például az én esetemben is egy ilyen szerződés. És őszintén meg nem gondolkodtam ezen nagyon sokat, hogy, hogy, most ez nekem ekkora lépés, igen, nagy lépés, de időt kell adnom magamnak ahhoz, hogy, hogy kicsit még felfogjam ezt a dolgot, átérezzem ennek a, ennek a súlyát, és hogy, hogy ugye az itthoni rajongóknak, meg legfőképpen magamnak ne okozzak ezzel csalódást, hogy esetleg nem úgy sikerül, ahogy én tervezném, vagy ahogy ők azt elvárják. Ezáltal viszont, hogy az átcsoportos vb n felfigyeltek rád, illetve olyan teljesítmény nyújtottál, amely tényleg NHL szintet ér, ezek szerint, vagy a közeli szintet ér, ez jelenteti azt, hogy tényleg bárkinek van esélye, aki így bekerül a válogatottba, mert hogy azért azt se felejtsük el, hogy jelen pillanatban annak is nagyon örülnénk, hogyha a magyar válogatott liftezhetne. Tehát az egyik évben, hogyha kiesik, akkor a következő évben jusson vissza az átcsoportba. Ez is egy nagyon-nagyon nehéz lépés. Hát igen, ugye most ugye Ukrajna is, ki, nem, Kazaksztán is kiesett, és... Uh, ugye, Ukrajna pedig följutott hozzá. Igen, tehát uh, nagyon, nagyon változó az egész, és nem, nem egyen, hangú, hogy most az, aki kiesett, az jövőre fel fog jutni, tehát ez, nagy, ez erős lesz ugye a magyar válogatottnak. Nagyon remélem, hogy én is majd részt fogok tudni venni ugye a válogatott programba, de ez majd attól fog függeni, hogy engem hogy fognak hazaengedni. Ja, hát a divízió egyből visszakerülni, így, hogy még ott vannak az osztrákok is, tényleg nem lesz egyszerű, és egy ilyen mini torna az lehet, hogy, hogy, nehezebb sokszor, mint akár az átcsoport. De hát az átcsoportban viszont megszereztétek azt a tapasztalatot, hogy akár hét meccset is le kell játszani két naponta. Hát igen. Hogy ez viszont segítség lehet? Uh, igen, igen, ez lehet azért egy kis segítség is, de inkább csak a világbajnokság során az volt a, a, mérvadó, hogy rutinosabbak voltak. Tehát nem voltunk nagyon lemaradva, ugye a magyar égkorong is szerencsére már elég jól fejlődik, és inkább csak az, hogy rutinosabban járatták a korongot. Tehát reméljük ezt, ezt a dolgot, hogy használni tudjuk a világbajnokságon, ugye a B csoportban. Igen, ezt már több helyen is nyilatkoztat, hogy ők is húsvér emberek, Tényleg csak az a különbség, idézőjelben csak, hogy gyorsabban művelik ezt a sportágat? Igen. igen. Nyilván a felkészítésben is azért vannak különbségek, de alapvetően akkor ez a legnagyobb különbség? E, e, legfőképpen igen, meg e, azért jobban bírják a, a tempót, tehát e, azért mi már a vége fele, már elfáradtunk, ők meg azért szinten tudtak e, jobban maradni. A te 198? centimétereddel mondhatjuk, hogy erre születni kell, hiszen a hokiban nem mondhatjuk kifejezetten azt, hogy itt a lényeg az, hogy betöltse a kapus a kaput, hiszen pont a gyorsaság miatt kell annyira jó reflexekkel rendelkezni, és hát egyrészt olyan kondícióval is, és olyan hajlékonysággal is, hogy az ember tényleg odaérjen minden sarokra. Szóval ez neked menni fog, mert hogy ahogy én olvastam, a te fizikumodat kint Amerikában is dicsérték. Igen, szerencsére nagyon jók a szüleim, Szóval jó gének, génekkel rendelkezem, de legfőképpen az, hogy ahogy nevelk, nevelkedtem, hogy bármi történik, nem adtam fel. Négy éves korom nekem volt egy cégkütőzésem. Azóta is azt, azt az álmomat élem, és tényleg bármi, bármi van, csak nem szabad megállni, tehát előre kell néznem, hátra. De segítenek neked ebben más sportágok is? Persze, Egyébként. persze. Mit csinálsz ezen kívül? Hát kempózok, boxolok, mma tehát amit így nyáron közben tudok csinálni, azt, azt én igazából Tehát akkor jobban nem kötnek beléd Hát igen. <laughs> mert hogy láttunk az a cserőnöt is, hogy a végén már a két kapus esett egymásnak, nyilván ne történjen meg, de, de ezek hát, szerint előnyen indulnál. Nem fogok meg az, az biztos. <laughs> Még kicsit élvezem is ezt, a, ezt az agressziót, ezt a küzdősport világát. Az, hogy nem fogsz meghátrálni, mondjuk az kiderült számomra korábban is, amikor abban a bizonyos telefonos beszélgetésben nagyjából egy két perc után azt mondtad, hogy hogy tényleg nem akarsz megállni az NHL-ig. Te voltál kint pár Amerikában, és ott tudjuk, hogy a motiváció, vagy az a mentalitás, amely tényleg az állandó győzni akarásra nevel, az, az, az jobban működik, mondjuk, mint talán Európában is, most nem, nem is csak Magyarországra gondolunk. Szóval ezt mondjuk te ott is átvetted, vagy, vagy, vagy tényleg alapvetően ennyire erősen benned van, hogy addig nem állsz meg? Én alapvetően ilyen vagyok, hogy, hogy amíg, amíg, az álmot nem érem el, addig én nem fogok leállni. ugye az még az egy dolog, hogy utána elérte az ember a célját, csak ugye meg is kell, meg is kell tartani. Tehát, hogy még több, még több, még több kell. Most ha kiutazol majd szeptemberben, szeptember elején, akkor ö, először egy táborban kell részt venned. Összesen hány kapussal kéne megküzdened ahhoz, hogy az nhl csapathoz kerüljön. Elmondom őszintén, nem nagyon nézegettem a kapusokat, mert ö, egyrészt nem érdekelnek, másrészt meg ö, azon vagyok, hogy mindegyiket kitúrjam, tehát ö, ö, én úgy tudtam, nagyon sok kapusa van a minnesota de ha AHL-be leszek, ott is van egy nhl kapus, akivel majd meg kell küzdenem, és remélem ő fogja húzni majd a rövidembet, de ez majd így el ki fog derülni, hogy ki a jobb. Ugye nézők is tudják, az AHL ugye az NHL alatti osztály, Igen. vagy mondhatjuk, hogy az NHL csapatok fiók csapatai szerepelnek ezzel, ebben a van, amely szerintem a második legerősebb bajnokság még mindig a világon, vagy lehet, hogy verseny ez a KHL lesz mondjuk? Lehet, hogy azok tudják jobban, akik, akik vagy az, a, épp, éppen a szimp szimpatizás, vagy a szí, attól függően, hogy ki melyik csapatnak, vagy melyik bajnokságnak szimpatizál, azt mondják, az a második legerősebb, szóval ez is egy elképesztően erős pontvadászat az AHL, hogyha oda kerülsz most, az is egy hatalmas ugrás. Hát ez így van, Ö, ez borzasztóan van, ugrás, és ezért is mondták nekem a kint az edzők, hogy légy türelmes, és ne akar mindent azonnal. Tehát most ez a két, év, két évre írtam alá, és ez arról fog szólni, hogy, hogy engem terhelnek, engem edzetnek, és megnézik, hogy mennyi nyomást tudok elviselni a vállamon, és ugye lehet, hogy ez fél éven belül fel fogok tudni jutni az NHL-be, lehet, hogy egy éven belül, de az is lehet, hogy két éven belül a két évig én a HL-be fogok játszani és majd utána lehetséges, hogy kapok egy hosszabbítást, de ez még messze van, és ezt még senki nem fogja tudni előre. Ezt nem tudjuk előre. Az viszont felmerül az emberben kérdésként, hogy magyarként esetleg mennyi esélyed van a többi, úgymond tradicionálisan, ennél játszó légiósokkal szemben, a finnekkel, a csehekkel, stb. stb., akik már tényleg évtizedek óta ott vannak? Hát megadták az esélyt, szóval ugyanannyi esélyem van, mint a többi, többi kapusnak. Ez majd attól fog kiderülni igazából, hogy mit tudok kihozni magamból. Még egy utolsó kérdés, mert hogy nincs többre időnk, kaptál egy úgymond nagyon speciális edzést tervet? És ha igen. igen, akkor azt sikerült-e úgy elvégezned, hogy azt szeretted volna? Igen, kaptam egy körülbelül ilyen vastag könyvet, szó szerint egy könyvet, amiben benne van, benne van, az egész nyári felkészülési program. És akkor már ettől gyorsabb leszel? Egyébként? Hát dinamikusabb sokkal, és gyorsabb, igen. Na, hát, gyorsan elment ez a beszélgetés is, és ez a nyár is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, szeptembertől kezdve odakint az Egyesült Államokban, és hát tényleg maradj meg olyannak, amilyen vagy, hogy tűzön-vízen átmész. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.